Köszöntöm a nézőket! A Matthias Corvinus Kollégium munkatársai időről időre előadásokat tartanak az intézményhez tartozó szülőknek. Legutóbb Halmelinda pszichológus a fiatalok párválasztásáról beszélt a közönségnek. A most következő percekben ezt az előadást hallgathatják meg, tartsanak velünk! Egy olyan témát hoztam a mai alkalommal, ami talán egy kicsit formabontó. 2017-ben született egy olyan tanulmány, ami még a mai napig is bizonyítja, hogy mi is a fontos a fiataloknak. És annak ellenére, hogy nyilván az összes nagy felmérés egyetemistákon készül, azt gondolom, hogy a középiskolásokra ez ugyanúgy érvényes és igaz, még akkor is, hogyha nem teljesen ugyanezekben a kategóriákban gondolkodnak, még, de már csak néhány év, és ugyanezekben fognak. Ezért arra gondoltam, hogy nézzük is át egy picit azt, hogy miről is szól ez a felmérés. Mivel a mai témánk a család és karrier egyensúlya, azt gondolom, hogy egy nagyon fontos statisztikai adat az, hogy a fiatalok és így a középiskolások, középiskola végén lévőket is beleértve, még mindig első helyen a családi életet preferálják. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos statisztikai adat, hogy még mindig annak ellenére, hogy természetesen fontos a karrier, természetesen fontos mindenféle egyéb történés az életükben, de hogy még mindig a házasságot, az együttélést preferálják, és egyáltalán magát a családnak a létrejöttét és az ebben való gondolkozást próbálják elérni. És én azt gondolom, hogy ez a statisztika rávilágít arra, hogy például az egyetemistáknak 89%-a foglalkozik házassági tervekkel. És ezek a rangsorban is, hierarchiában legelső helyen állnak. Tehát azért ez egy fontos dolog, hogy igenis már a középiskolásoknál, hát már az általános iskola végén ugye megindul egy párkapcsolati dinamika a legtöbb esetben, ott van, mint rekreációs tevékenység, ott van, mint szabadidős tevékenység, és ott van, mint erőforrás. És hogy nekünk szülőként sokszor nagyon nehéz talán ezt támogatni, hogy mi az, ami fontos, mik a preferenciák. De hát valóban nem tudunk elmenni amellett, hogy ez az egyik legfontosabb tényező, és érdekes az, hogy hogyan tudjuk menedzselni, hogy igenis jusson elég idő magára a párkapcsolatra is, magára arra, hogy egyáltalán legyen olyan tér, ahol ki tudjuk alakítani magát a párkapcsolatot, és a fiataloknak legyen ilyen tere, és hát persze ez a megfelelő, kontrollált, valamelyest szülők által tudott és preferált körülmények között zajlódjon. Tehát ezek azt gondolom, hogy nagyon fontos kérdések. 44%-a csak attól teszi a házasság kötést függővé, hogy a megfelelő partnert megtalálja-e. Itt egészen 18 éves kortól beléptek ugye az egyetemisták ebbe a vizsgálatba, és egy reprezentatív mintáról van szó. 45%-uk az együttélést követően lépne házasságba, ezt úgy nevezzük, hogy gyakorlatilag egy próbaházasságot kötne előtte, és általánosságban elmondható, hogy azok a fiatalok preferálják ezt a bizonyos korábbi együttélési formát, akiknek esetleg elváltak a szülei. Valószínűleg ők azok, akik egy kicsit bizonytalanabbak a házasság intézményében, de náluk is első helyen áll a házasság, statisztikailag legalábbis. 8% az együttélést preferálja a házassággal szemben, azért ez egy borzasztó kicsi szám, és hát 60%-uk az egyetemistáknak már egy évnél hosszabb párkapcsolattal rendelkezik, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasonló statisztika már a középiskolások vége felé, azért már nagyon sokan kötnek akár egy éves kapcsolatot, vagy akár fél éves kapcsolatot, amely szintén összességében azért 78% a házas, az egy éves kapcsolattal együtt. Nagyon fontos ez az ábra, mert hogy azt látjuk, hogy bizony házasságot tervez az egyetemistáknak a 44%-a, valamint az együttélés preferálja majd utána a házasságot 45%. Tehát azt mondhatjuk, hogy szinte mindenki preferálja azt, hogy igenis párkapcsolatban éljen. Hát mondhatni, hogy a hagyományos családmodell felé lép valamilyen útra, vagy legalábbis ezt szeretné elérni, és ezt preferálja.
Na de, mi a jó párkapcsolat alapja? És azt gondolom, hogy ezt nem csak a párkapcsolatokra vetíthetjük ki, hanem egyáltalán a családra, és magára arra. Igen, van kicsi babát, szuper. Ezt most ide rakjuk, a Dorka babát. Hogy valóban a jó párkapcsolathoz azért nem kizárólag az kell, hogy megtaláljuk a párt, hanem hogy valóban ezt ténylegesen meg tudjuk tartani, ezt a párkapcsolatot, és a családi dinamikába lehessen egy ilyen megfelelő állapot. Ehhez azonban bizalom kell, hűség, intimitás, elfogadás. Na, én azt gondolom, hogy ezek azok az értékek, amelyeket érdemes hangsúlyoznunk, hiszen összességében a családi dinamika is feltételezhetően ezeken az értékeken fog múlni. A bizalom kérdése az egy nagyon érdekes dolog, mert hogy nem feltétlenül az elején alakul ki rögtön, és nem feltétlenül a... Cica, ide jössz anyához, vagy kimész? Menj ki nyugodtan, kint tudsz rajzolni. Úgyhogy a bizalom, hűség, intimitás, elfogadás négyese, mint hogy a legfontosabb értékek, én azt gondolom, hogy már a családi rendszerekben is, és erről lesz még szó a későbbi előadások folyamatában itt a szülőklubon, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy a fiatalok igenis ezt preferálják, és ugyanezt fogják preferálni azért a szülőkkel is. Hogy legyen elfogadó közeg, legyen bizalmas légkör, legyen lojalitás a családtagok között, és tényleg azért, hogyha egy serdülőre, egy kiskamaszra, vagy akár egy kamasz gyermekre gondolunk, akkor én azt hiszem, hogy nem járunk messze az igazságtól, hogyha tényleg ezekre a kérdésekre vágynak, illetve hogyha akár ezekkel a kérdésekkel tudunk egyáltalán felelni arra, hogy hogyan működnek a családi kapcsolatok. Az egyetemi évek során a párkapcsolat kialakulását viszont azért vannak olyan tényezők, amelyek hátráltatják, és még egyszer azt kell, hogy mondjam, hogy bizony ez a középiskolásokra is ugyanúgy igaz. Ilyen az például, hogyha elszigetelődik valaki a saját szakján. Na most ez leginkább ugye azokat érinti, ahol azért egyneműek a szakok, vagy egyneműek az osztályok. Azért nagyon sok olyan preferált szakmát tudunk mondjuk, ahol ténylegesen 30 fiú van, vagy éppen 30 lány, és csak néhány fiú. Ezekben az osztályokban, hogyha mondjuk a középiskolásokra akarjuk levetíteni, sokkal kevesebb kontaktus lehetőség van ugye egy párkapcsolat kialakítására. Mert hogy azért lássuk be, általában ott születnek a párkapcsolatok, ahol valóban sok időt tölt maga a személy. És ez azt gondolom, hogy tényleg igaz minden korosztályra. Ha mondjuk eljár sportolni, akkor már sokkal jobb helyzetben vagyunk, mert akkor már ott esetleg tud inkább barátokat kötni. De mi van azokkal, akik már sportban is mondjuk egy ilyen nem élek preferált valamilyen sportot? Tegyük fel, a lányok táncolnak, vagy eresgéznek. Viszonylag kevés fiú jár velük, bár mondjuk társas táncon pont nem, de azért vannak olyan sportformák is, ahol nagyon beszűkül ez a tér. És úgy tűnik, hogy ez igencsak nagy gondot okoz. Na, az egyetemi szakokon is pontosan ezt látjuk, hogy nagyon sokan, mondjuk csak említsem a saját szakomat, a pszichológia szakot, hát szerintem 98% nő. Nyilván van ennek oka is, de azt gondolom, hogy legfőképpen a sztereotípiák alapvetően az okai, mert hogy azt gondoljuk, hogy ez egy olyan nőies szakma, az érzelmekkel dolgozni, pedig ez egyáltalán nem kell, hogy feltétlenül így legyen. És akkor, hogyha még sok a tanulnivaló, akkor még inkább szűkül a tér. A sok tanulnivaló nyilvánvalóan érzelmileg, akár kognitívan egy óriási leterheltséget jelent, de azért beszéljünk az időről is. Tehát minél inkább ott vagyunk egy bizonyos közösségben, amiből nehéz kiszakadni, mert hogy a napunk nagy részét az iskolában, az egyetemen töltjük. Na de ezt követően viszont az otthoni tanulmányok, az otthoni fejlődés még inkább beszűkíti ezt a teret.
Hát még akkor, hogyha mondjuk ehhez mentális terhek társulnak. Tegyük fel, a szorongás olyan mértékben megemelkedik, hogy tényleg az ember úgy beszűkül egy-egy bizonyos tevékenységre. Azt gondolom, hogy ezt főként azok, akik tényleg tehetséges gyerekek, fiatalok, még inkább átélhetik, mert hogy ők teljesen rá tudnak feszülni arra, hogyha maga az ambíciós cél, mi van, hogyha nem teljesül, mi van, hogyha most ezt nem tudom úgy teljesíteni, ahogyan én magamtól elvárom, még akkor is, hogyha ez irreális. És ezek a szorongások azt gondolom, hogy még inkább beszűkítik a teret, hiszen ő lesz az, aki nem fog elmenni a buliba. Nem fog elmenni a barátaival moziba. Mert hogy talán nem tudja, vagy nem érzi, hogy kellene lazítani, kellene egy kicsit a saját korlátain is egy picit lazulni. Az elszigetelődés nyilván ez inkább az egyetemistákat fogja érinteni, de hát azért sok középiskolás is akár már kollégiumban él, vagy nem otthon valami miatt. A kollégium albérlet és hát az otthoni úgymond elszigetelődés, ez egy nagyon fontos hátulütője lehet annak, hogy valóban kialakuljon egy megfelelő párkapcsolat. A tanulás melletti munka, hát ez szintén egyre inkább kevesebb a 24 óra egy napban, és bizony ez már azért a középiskolásoknál egy intenzíven megjelenő igény, hogy legyen egy kis saját bevétel, legyen egy kis valami olyan, amire büszkék lehetünk, tehát ez pszichológiailag is fontos, általában azért nem ez jelenti az anyagi kiugrást, de mégis ez egy nagyon fontos preferencia a fiatalok számára. És hát azért azt emelném még ki, hogy a szintén felkerülő listára kevés lehetőség az ismerkedésre, és ebben én azt gondolom, hogy szülőként lehet azért ráhatásunk, vagy lehet azért valamiféle gyakorlati intelem abban, hogyha megpróbáljuk segíteni azt, hogy a fiatal eljusson egy-egy közösségi térbe, legyen az tényleg egy klasszikus közösségi tér, vagy legyen az egy tábor, vagy legyen valamilyen sporttevékenység, vagy tényleg bármilyen rekreációs tevékenységgel egybekötött témakör. És én azt gondolom, hogy ebben az időmenedzsmentben nekünk óriási felelősségünk van, hogy megmutassuk, hogy ennek van tere, hogy kell, hogy legyen tere. Nem csak a tanulás, nem szabad elszigetelődni. Most éppen a koronavírus után vagyunk, vagy reméljük, hogy utána vagyunk, ki tudja, hogy még mi fog történni, de azért nagyon sok olyan fiatalt látunk, aki egy ilyen izolációban élt, az online világban, és hogy ez okozza a mentális zavarok legnagyobb részét. És hát megjelenik azért a túl nagy választék is, hogy itt már akkora, mondhatjuk úgy, hogy akkora szabadság van, hogy nagyon nehéz preferálnia egy fiatalnak, hogy tényleg mi legyen az, amit ő követni szeretne. Mi legyen az, amit válasszon. És éppen az elmúlt szülőklubban hangzott az el, hogy valakinek esetleg a gyermeke sportolni is akar, egyébként abban is szeretne a legjobb lenni, tanulni is szeretne, de a tanulásban is számos dolgot preferál, mert akár számos dologban tehetséges. Tehát talán nekünk egy picit az út megválasztásában kell segítenünk. A megfelelő kérdésekkel, az aktív értő hallgatással, amit a múlt alkalommal azért elég sokat beszéltünk is róla, de azt gondolom, hogy tényleg az útkeresésben aktívan kell részt vennünk, és talán ez a legfontosabb következtetés ebben a pontban. Nagyon sokan már alternatív utakat keresnek arra, hogy hogyan kellene a megfelelő partnert megtalálni. Ez nyilván inkább a felnőttekre vonatkozik, és inkább majd az egyetemista populációban lesz talán fontos, de igenis fontos az, hogy akár szakember segítségét is lehet kérni abban, hogy miért nem tudok párt találni. Ne csak a párokra gondoljunk, ne csak a párkapcsolatra szerintem, hanem arra egyáltalán, hogy miért nem tudok barátkozni. Miért vagyok magányos? Miért érzem magam akár közösségben is magányosan? Ezt
Ez úgy tűnik egy civilizációs betegség, és természetesen a felnőtteket is ugyanúgy érinti, de egyre inkább érinti a kisebb gyerekeket. És szerintem ez egy borzasztóan rossz statisztika, és nagyon, nagyon nehezen tudunk tényleg ebben okosat mondani, de igenis a szakember segítségét lehet ebben a kérdésben bevonni, mert hogy meg fogják együtt találni egy bizalmas kapcsolatban, hogy mi okozhatja ezt a problémát. A megfelelő közösségi helyszínek az ismerkedésre, hát ez egy igazán nagy kérés, mondjuk úgy, a fiatalok részéről. Én azt gondolom, hogy semmiképpen nem úgy kell ezt elgondolni, hogy tényleg a nagyon fiatalokat, a középiskolásokat, akár az általános iskola végén lévőket párkapcsolati tanácsokkal kellene ellátni, hanem sokkal inkább egy informális keretben, csak az ismerkedésre, a barátkozásra kellene fókuszálni. Hogyan kell megismerni a másik embert? Mert hogy nagyon sokan ma ezt nem tudják, egyszerűen, hogy hogyan lehetne egy kapcsolatot felvenni, majd hogyan lehetne ez egy hosszú távú, lojális és bizalmas kapcsolat ebben a témában. Hogyha megtanítjuk azonban a fiataloknak azt, hogy milyen kérdéseket érdemes feltenni, mitől nem kell félnünk, hogyha úgy kommunikálunk, akkor viszont szerintem egy nyert ügyük lehet ezekben a kapcsolatok kialakításának területén. Nagyon érdekes statisztikákat hozott még ez a komplett és rendkívül alapos kutatás. Szintén, akit érdekel, nagyon szívesen átküldöm majd ezeket a bizonyos statisztikákat, úgyhogy csak néhány dolgot emelek ki belőle. Nagyon fontos számukra, például egy párkapcsolatban, de azt gondolom, hogy ez minden területén az életnek, hogy a családi kulturális háttér az mit preferál. Hogyan preferálja mondjuk egy párkapcsolatnak a létrejöttét? És szeretném itt kiemelni, hogyha mondjuk erőltetjük azt, hogy igenis most a tanulásnak van itt az ideje, és nem a párkapcsolatoknak, vagy most a tanulásnak van ideje, és nem a bulizásnak. Tudom, hogy alapvetően nyilván a középiskola, meg itt felvételik, meg nagyon sok nyomás helyeződik mind a szülőkre, mind a fiatalokra, de azt gondolom, hogy ebben valamiféle egyensúlyt kell preferálnunk, mert tényleg azt látszik, hogy főként azok, akik tehetségesek, ambiciózusak, egyre inkább elmagányosodnak. Ezt látjuk egyébként a felnőtt populációban fog ez megérkezni, ez a bizonyos statisztika, hogy minél inkább edukált, végzettségben minél inkább magas szinten van valaki, annál valószínűbb, hogy egyedülálló. Hogy ez ennek azért pontosan mi a dinamikája, azért ez nyilván egy nagyon sokrétű dolog, de én azt gondolom, hogy ha fiatal korban elkezdjük azért azt preferálni, hogy itt az egyensúly lesz a lényeg, és mindenből az egyensúly, és igenis kell az erőforrás ezen a területen is, akkor tudunk igazán hatékony eredményeket produkálni, és akkor tudunk egy sikeresebb életet valószínűsíteni. Ugye a múltkori előadás legfőképpen az EQ-ról szólt. Azt gondolom, hogy ez is valahol egy része annak, hogy igenis az érzelmekről tudjunk beszélni, a kapcsolódásokról tudjunk beszélni, és a szociális kapcsolatokról, hiszen az EQ lesz az egyik kulcsa annak, hogyha azt megfelelően tudjuk fejleszteni, akkor megfelelően tudnak kapcsolatot is kialakítani az emberek, és jobban fogják érteni a metakommunikációs jelzéseket, nonverbális jelzéseket is. Hát igen, a távkapcsolatnak a kérdése, azt gondolom, hogy a civilizációnk nagy kérdése, hogy lehet online párkapcsolatban élni, lehet-e egyáltalán. Azt már tudjuk, hogy lehet. A kérdés az, hogy a minőség milyen, és hogy mennyire valószínűsíthető az, hogy ebből esetleg egy idő után nem online és távkapcsolat lesz. Pont azt gondolom, hogy a középiskolások már elkezdik az online kapcsolatoknak a kialakítását, és bizony ebből egészen sok párkapcsolat is születik, ami akár lehet tartós is. De nagy kérdés az, hogy ez valóban párkapcsolat-e? Hogy tudunk-e beszélni arról a fiatalokkal, hogy mi is egy párkapcsolat valójában? Mennyire idealizálom azt, akit még sose láttam élőben?
Mennyire valós az, ahogyan ő lefesti ezt a képet magáról, és mennyire valós az, amit én mutatok magamról? Ezek azt gondolom, hogy rendkívül fontos kérdések, és hát pont az online kapcsolatokat nem biztos, hogy egy fiatal szeretné a szüleivel megosztani, ezért is preferálom én mindig itt a kortárs csoportokat. A kortárs csoportokban, hogyha tudunk olyan kortárs mentorokat kiképezni, akik a megfelelő kérdéseket tehetik fel, akkor nem is biztos, hogy ez feltétlenül a szülővel kell megbeszélni. De reméljük, hogy van olyan bizalmas kapcsolat szülő és gyermek között, hogy azért ennek bizonyos kérdések el is hangozhatnak ebből, és reméljük, hogy rá tudunk világítani ezeknek a kapcsolatoknak az irracionális voltára is, arra, amikor hát nagy megdöbbenés lesz, amikor személyes lesz az a kapcsolat, és hogy egyáltalán van-e racionalitás abban, hogy személyessé váljon, akár néhány hónap múlva, akár néhány év múlva. Tehát semmiképpen nem tudjuk most már az online ismerkedési formákat leredukálni, de abban még tudunk segíteni, hogy ne legyen akkor a kudarc élmény esetleg egy-egy ilyen kapcsolatnak a vége felé, vagy amikor tényleg személyessé tud válni. Ez az ügy. És még néhány szót szeretnék a családalapításról mondani, mert attól még, hogy valaki házasságban szeretne élni, együtt szeretne élni valakivel, és intim pillanatokat szeretne megosztani, azért a gyermekvállalás még nem annyira evidens és feltétlenül velünk lévő dolog. Azért azt szeretném kiemelni, hogy ennek az iszonyatosan nagy mintának, több mint 1000 fő volt egyébként ebben a statisztikában, a nagy döntő többsége, borzasztóan nagy százalék, legalább 2 gyermeket szeretne. 43% a pontos szám. De vannak közöttük, akik, és több mint 10%, aki 3 gyermeket szeretne, 4 vagy több gyermeket szeretne, ilyenek is megjelentek, és hát természetesen legalább 1 gyermeket szeretnék is megjelenne. Tehát az 1, 2, 3 vagy 4 gyermekes családok, jövőbeni családok jelennek meg iszonyatosan nagy többségben. Tehát azt mondhatjuk, hogy ebben a fiatal populációban még mindig a 2 legfontosabb cél a házasságkötés vagy együttélés, tartós együttélés és a gyermekvállalás. És ez azt gondolom, hogy nagyon fontos, és ott kell, hogy legyen a fejünkben, hogy bizony a családi életre is ugyanúgy tréningezni, nevelni, inkább azt mondom, hogy segíteni kell a gyermekünket, mint akár egy karrierúton, vagy tényleg valamilyen konkrét szakma, vagy akár a tehetség kibontakoztatásában, hiszen úgy tűnik, hogy a boldog életnek valójában az lesz a kulcsa, hogyha ezek is meg tudnak valósulni emellett. Nagyon kevés százalék az, aki egyáltalán bizonytalan abban, hogy még nem tudja, hogy szeretne egy gyermeket vállalni, közel maximum 10%, itt nem tudom a pontos számot, talán 11%, és aki egyáltalán nem szeretne gyereket, az pedig iszonyatosan kicsi szám, 2, 3 és 5% között van. Tehát összességében tényleg az mondható el a fiatalokról, hogy igenis szeretnének gyermeket és szeretnének házasságban élni. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos statisztika, és a világon ugyanez reprezentálódik. Németországban teljesen ugyanilyen statisztikákat lehet látni, annak ellenére, hogy ugye számos egyéb szubkulturális tényezőt is látunk a mai aktuál politikai és aktuál kulturális életben és vonulatban, de még mindig ugyanezek a statisztikai adatok játszanak szerepet nyugatabbra is. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt azért fontos a fejünkben tartani, és egyáltalán az erre való nevelést megvalósítanunk. A nő és férfi arányban mindig is van különbség, azt gondolom. Főleg ilyen fiatalkorban van egy viszonylag jól mérhető különbség, általában a nők biztosabbak abban, vagy a nők szeretnének inkább, a kislányos álom azért még mindig a fehér ruhás esküvő, egyáltalán a házasságkötés, mindenféle szimbolikájával együtt,
A férfiak, nyilván a fiúk, férfiak esetében egy picit kisebbek ezek a százalékos arányok, de még a férfiaknál is döntő többségük legalább két gyermeket szeretne, ami én azt gondolom, hogy egy 18-20 éves fiútól azt hallani, hogy minimum egy, de legalább két, vagy esetleg két gyermeket szeretne, az szerintem egy nagyon szép dolog, és tényleg egy támogatandó dolog, hogy ő is úgy tudjon apává válni, ahogy neki majd erre szüksége lesz, ahogyan ő majd ezt szeretné, és hogy ezen az úton egyébként a férfiakat egy kicsit nehezebb vezetnünk. Mert egy kicsit elérhetetlenebbek érzelmileg, mert egy picit kevésbé szeretnek ezekről a témákról beszélni, és hát igen, kicsit bizonytalanabbak is ezekben a témákban. Szerintem érdemes lenne egyébként minél hamarabb a fiúkkal egy kicsit ezt a családi életre nevelést erőteljesebben folytatni. Ez persze nem egy nyomás kell, hogy legyen, de hogy mondjuk preferálnunk azt, hogy az apa szerepnek mennyi szépsége van, vagy hogy micsoda felelősség, vagy hogy igenis férfias dolog pelenkázni, hogy ha ezeket a kérdéseket át tudjuk egy kicsit a fiúkkal, a férfiakkal beszélni, fiatal család előtt álló férfiakkal, akkor szerintem sokat lendíthetnénk ezeken a témákon. De így is egészen jók a statisztikáink, és hát bizony a férfiaknál például nagyobb százalékban szeretnének négy vagy több gyermeket. Tehát ez érdekes szerintem, hogy a nőkhöz képest a férfiak ezt is között van egy nagyobb százalék, aki ezt preferálja. Az első gyermek születésének ideális kora. Hát én azt hiszem, hogy ebben van egy jó adag nem egyetértés a társadalomban. Láthatjuk, hogy az edukáltabb, végzettségükben magasabb emberek később vállalnak gyermeket, és ez bizony odáig fajul, hogy akár a biológiai óra kitolódik, ilyen szempontból pedig kevesebb gyermekük tud születni. Ez lehet demográfiai kérdés is, de én azt gondolom, hogy itt rendkívül sok pszichológiai tényező van, amit érdemes akár átbeszélnünk, vagy akár tényleg a fiatalokkal egy kicsit rögzítenünk ezeket a bizonyos célokat. Nagyon kevesek azok, akik már az egyetemi évek alatt vállalnának gyermeket, közülük is számottevő többség nő, 0,1%, tehát innentől fogva én azt gondolom, hogy ez a szinte nulla. Nagyon érdekes kérdés az, hogy ez a nyugatabbi országokban viszont nem feltétlenül nulla ez a szám. Nem mondom, hogy nagy szám, semmiképpen sem kerül mondjuk a 25-30 éves kor közötti fölé, de szerintem érdekes kérdés az, hogy hogyan tudjuk megteremteni a lehetőséget nyilván társadalmilag, sok-sok segítséggel, hogy akár ide el tudjon tolódni, ha valaki ezt szeretné valóban. Itt szeretne gyermeket vállalni. Röviddel a diplomaszerzés után már egy jelentős szám 10% fölött van, de a legpreferáltabb a 25 és 30 éves kor közötti gyermekvállalás, ami azért is rendkívül érdekes, mert közben a 30 és 35 év közötti is nő, tehát hogy azért látható egyfajta kitolódás. Hogyha minden úgy marad, ahogyan most, akkor tendenciaszerűen lehetséges, hogy el fog tolódni. Akár a 30-35 éves kor közé ez az átlagos szám. Ami viszont azért már lássuk be, biológiai szinten már lehet, hogy problémát fog okozni. És nem feltétlenül azért, hogyha valaki egy gyermeket szeretne, hanem például, hogyha valaki négy gyermeket szeretne. Azért ezt már egy röpke 10 év alatt igen nehéz megtenni,
bár ki tudja, hogy az orvostudomány meddig fog eljutni. Minden esetre most még a preferált a 25-30 éves kor közötti, illetve ugye ez 2017-es adat, feltételezhetően azért ez még nem mozgott el jelentős mértékben. És már megjelenik a 35 éves kor feletti gyermekvállalás, ami szerintem azért nagyon érdekes, mert hogy ekkor már azt mondják az egyetemisták, hogy legalább 10 évet a munkaerőpiacon lehúztak, és ezt követően szeretnének gyermeket vállalni. Tehát nyilván ők lesznek azok, akiknek a legfontosabb az egzisztenciális biztonság. De valóban csak 35 éves korban tudjuk ezt az egzisztenciális biztonságot elérni? Tehát ezek mind-mind nagy kérdések. Nyilván elfogadjuk azt, hogy valaki így vagy úgy szeretné, de azért vannak itt egészen fontos társadalmi demográfiai kérdések ebben. És hogy hogyan tudjuk átadni a gyermekünknek azt, hogy valójában úgy is lehet, ahogyan ő szeretné. Mert hogy számos alternatíva van, és egyre több alternatíva van arra, hogy tényleg dönthessünk bizonyos kérdésekben, és persze reméljük, hogy azért ebben folyamatos fejlődést is látunk. Hogyan tudjuk mi átadni ezeket az értékeket, és hogyan tudunk mi döntésre késztetni fiatalokat? A gyermekvállalás nagyobb értékkel bírjon a társadalomban, ezt rendkívül sokan preferálják az egyetemisták közül, és ettől is függővé teszik magát a gyermekvállalást, illetve a jó elhelyezkedési esélyeket a karrierkezdés és pályakezdők számára, valamint a biztonságos munkaerőpiac elhagyást, ugye, hogy a gyes-gyed ideje alatt mondjuk hát általában ugye a nők, de egyáltalán nem biztos, hogy a nők fognak már otthon maradni a gyermekükkel, tehát azért a férfiakat is érinti, és egyre nagyobb mértékben, de hogy azért nem teljesen biztosak abban, hogy vissza tudnak térni a munkaerőpiacra, és ez egy nagyon nagy hátrányt jelent a gyermekvállalásban. Ez egy nagyon nagy dilemma a fiatal családok számára, illetve a leendő családok számára. Szintén a családbarát munkahelyeknek a megteremtése, ez egy rendkívül fontos üzenet, és azt gondolom, hogy cél, hogy vajon hogyan tudjuk megoldani azt, hogy tényleg a fiatalok próbáljanak elhelyezkedni, és gyermek mellett is lehet akár dolgozni, de mindenkinek a saját választása lenne a legkézenfekvőbb. Azonban ezekhez még nem minden alternatíva adott. Bár sokat fejlődtünk az elmúlt években, azért azt el kell, hogy mondjam, de még mindig vannak olyan területek, ahol igenis érdemes lenne például több részmunkaidős állást létesíteni, másképpen akár rugalmasabb munkaidőkkel támogatni a gyesen-gyeden lévőket, most akár ez, hogyha az anya vagy az apa, akkor is, de hogy azért ebben a rendszer még nem elég rugalmas, de a fejlődés elindult. Szeretném még ezt elmondani, és akkor utána én azt gondolom, hogy egy picit a gyakorlati elemekre térnénk rá. Akik mozaik családból származnak, azért ott is a legpreferáltabb a házasság, illetve a tartós együttélés, az egyszülős családokból származó fiataloknál szintén, és a teljes családnál, tehát ahol apa, anya és maga az egyetemista él együtt, ott pedig természetesen még inkább megemelkedik ez az arány. Tehát azt mondhatjuk, hogy valójában az eredeti családnak a szerkezete, hogy mennyire maradt meg, ez azért döntően nem befolyásolja, legalábbis statisztikailag nyilván az egyéni feldolgozások nagyon-nagyon sokat számítanak, de hogy azért statisztikailag úgy látszik, hogy nem befolyásolja mérvadóan azt, hogy a későbbiekben, a magánéletben milyen tervek vannak és lesznek. Kedves nézőink, az elmúlt körülbelül fél órában Halmer Inda pszichológus előadását hallgathatták meg a fiatalok párválasztásáról, aki a Matthias Corvinus Kollégium Szülők Akadémiáján osztotta meg gondolatait a közönséggel. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!